A budapesti világbajnokságon 20 kilométeren elért egyéni csúcsát követően még két rövidebb távú versenyen állt rajta szeptemberben Hellebrand Máté, aztán következett egy hosszabb pihenő. Annak azonban már vége, és a negyedik olimpiai részvételt megcélzó gyalogló ismét gyűjti a kilométereket. Körülbelül egy 3 hete kezdtük a felkészülést a jövő évi versenyszezonra. Hát a jövő év az nagyon fontos lesz. Júniusban rendezik meg a felnőtt Európa-bajnokságot Rómában, és rá 2 hónapra pedig a 2024-es Párizs olimpiát. Szóval ez nagyon fontos év lesz a pályafutásomban. Ha minden jól megy és minden úgy fog sikerülni, ahogy elterveztük, akkor ez lesz már a negyedik olimpiám, aminek nagyon örülnék. Máté az elmúlt években rendszeresen készült Portugáliában, és az idei esztendő utolsó hónapját is a megszokott környezetben tölti. Ha minden jól megy, akkor decemberben utazunk ki Portugáliába, már jól megszokott edzőtáborunkba. Itt egy 3 hetet fogunk eltölteni, a karácsony ünnepekre hazajövünk. A január első fele az tanulással fog eltelni, mert január 17-én államvizsgázni szeretnék, és ha az sikerül, akkor utána utazunk vissza Portugáliába, még egy több hetes edzőtáborba. Aztán jövünk haza a fedett pályás országos bajnokságra, ahol szeretnék egy aranyérmet szerezni az egyesületemnek. A fókuszban természetesen az olimpiai szereplés áll. Az ötkarikás játékok gyalogló programjában jelentős változások történtek a tokiói olimpia óta. Az elmúlt években a gyaloglásban sok változtatás történt. Már idén is az 50 km helyett 20 km-en indultam, és jövőre is ez a cél. Az olimpián meg az Európa-bajnokságon mindenképpen egyéniben szeretnék indulni 20 km-en, illetve az olimpián az időrend megengedi, hogy lehessen duplázni is. Szóval az egyéni 20 km után 6 nap van a váltóversenyig. Ez bőven elegendő lenne ahhoz, hogy ott is elinduljak. Ha sikerül megszereznem a kvalifikációt az egyéni 20 km-re, akkor utána majd meglátjuk az edzőmmel, Józsibával, hogy mi lesz ezzel a váltóval. A párizsi olimpiára két módon juthatnak ki a gyaloglók. Az egyik lehetőség a szintidő teljesítése. Ettől jelenleg egy perccel elmarad a nyíregyházi versenyző. A másik lehetőség a világranglistás helyezés. Párizsban 48 férfi gyalogló áll majd rajthoz. Máté jelenleg a 41. helyen áll a ranglistán, de mint mondta, jövő nyárig mind az idején, mind a helyezésén szeretne javítani.